Ajádrán épülete előtt gyülekeztek a kormány ellen tüntetők péntek este Szabadkán. Az 1 az 5 millióból elnevezésű demonstráció résztvevői zászlókat lengettek és sípoltak. A kormány ellenes séta résztvevőit az esemény kezdeményezője, Gyulai Zsolta volt, Kleinhaus üzemeltetője köszöntötte. A szabadkai tüntetés egyik szervezőjeként helyi szinten szeretne változásokat elérni. Azt szeretném, hogy megváltozzon a közhangulat a városban, ami hónapról hónapra egyre rosszabb. Szerintem az elmúlt 20 évben nem volt ilyen rossz városvezetésünk. Tehát ez a gyűlölet szítás, ami folyik az emberek között, ami nyilván, hogy a média ebben óriási szerepet játszik. Tehát a szerb média, amit teljes egészében átvett a szerb hatalom. Igazából nekünk a legnagyobb célunk a kultúra és a média megtisztítása. A tömeg ezután elindult a zsinagóga tér felé, a demonstrálók a Petőfi Sándor utcán vonultak a fasizmus áldozatainak terére, majd a Matko Vukovic utcán át érkeztek a Strossmayer utcára, ahonnan a Szabadság térre mentek. Többen fütyszóval tiltakoztak. A város több pontján is a rendőrség felügyelte a forgalmat. Péntek este Szerbia több városában is tüntettek, a szabadkai demonstráció szervezői elmondták, a jövő héten folytatják a tiltakozást.